Horváth Szilveszter Tapolcáról érkezett a pécsi neurológiai klinikára. A 83 éves férfi Parkinson-kórban szenved. Itt végezték el rajta azt a műtétet, amely segítséget jelent neki a mindennapokban. Ennek lényege, hogy a betegségére kapott gyógyszer jobban tud hasznosulni. Ez a beavatkozás egy szonda a vékony bélbe, és ez nagyon jó felszívódást, levodók a felszívódást és karvirak a felszívódást eredményez. Így egyenletesebbé vált a gyógyszeradagolás. Ez hatással van a mindennapi életére, mondja a beteg. Kevesebb a mélypont és a csúcspont, már az se jó, mert akkor rángatózik az ember gyógyszer túladagolásnál, és a mélypont is kevesebb, tehát a ledermedés. Horváth Szilveszter azt mondja, kezelőorvosa ajánlotta ezt a műtétet, amit Pécsen csinálnak. Csak ajánlani tudja minden betegtársának, annyira pozitív változást eredményez. A Parkinson-kór gyógyíthatatlan, kiváltó oka nem ismert, mondja szakember. A környezeti ártalmak, növényvédőszerek hatással vannak a betegség kialakulására nagy valószínűséggel. Parkinson-kor legelső tünet az esetek egy részében nem a remegés, hanem izomgörcsök fájdalmak, és ilyen féloldalas izomfájdalmak jelenhetnek meg, és a betegek egy jelentős része akár hónapokig, évekig reumatológiára jár, egészen addig, amíg a meglassultság ki nem alakul, és fel nem ismerhetővé válik a Parkinson-kor. A szaglásnak a csökkenése, bizonyos alvászavarok, székrekedés, rossz hangulat, depresszió, szorongás is a Parkinson-kor előszere lehet. Azok a páciensek, akik úgy érzik, hogy egy kicsit ügyetlenebb lett a keze, izom és nem ízületi, hanem izom fájdalmai vannak, főleg, hogy ezek féloldaliak, és akár megváltozott a hangulatuk, a motivációjuk, kevésbé keresik a társaságot, inkább befordultá válnak, azoknak érdemes lehet egy szakembert felkeresni. Hazánkban elérhetők azok a gyógyszeres kezelések, amik a nyugati országokban is. A betegség első fázisában nagyon jól kezelhető a tünettan, teljes, szinte akár tünetmentes állapot is elérhet a betegek egy részénél. Később, ahogy megy előre a betegség, a gyógyszereknek a hatástartama rövidül, és egy jó és rossz állapot váltakozás alakulhat ki. Bizonyos esetekben, főleg a munkaképesség vagy az önellátás veszélyeztetése során eszközös kezelések jönnek szóba, ilyen lehet mondjuk a mélyügyi stimuláció, vagy a pumpás kezelések is. A pumpás kezelés, vagyis a szonda beültetése, mint Horváth Szilveszter esetében. A szakember azt mondja, az utóbbi évtizedekben megduplázódott a parkinsonos betegek száma a világban, sőt, ma már 30-40 éves korban is jelentkezhet ez a betegség. Hazánkban mintegy 20-30 ezer parkinson-kóros beteg lehet. A szakorvos azt mondja, azért a becsült szám, mert sokaknál még kezdeti stádium áll fent, és még nem kerültek felismerésre. Ezért is kell felhívni a figyelmet a betegségre április 11-én, ami a Parkinson-kór világnapja is.